A Bánkőden Átműszaki Középiskola és Kollégium második katapult és kiskocsi versenyén vagyunk. Ezt igyekszünk egy hagyományteremtő rendezvénysorozatnak tekinteni, és mai nap folyamán a főiskoláról, Dr. Beszede Imre egy fizika előadást tartott, én érdekesebb kísérletekről, majd most a házi versenyünk fog zajlani majd ezzel a katapult versenyen kapcsolatban. Milyen szerkezetek versenyezhetnek, hogyan jött az ötlet, srácok maguktól kivitelezték ezeket a szerkezeteket, milyen segítséget kaptak, mesélj a valóságos versenyről magáról. Maga az ötlet a főiskoláról származik, ahol megrendezik minden egyes évben a katapult versenyt. Mi innen vettük az ötletet, és megrendeztük már tavaly az első ilyen házi katapult versenyünket. Ez egészen jól sikerült, hiszen a válogatón 24 katapult volt az első versenyen, és az első 5 helyezettel indultunk ezen a főiskolás katapult versenyen, ahol mind az első 5 helyezett az a Bánkiból került ki, de egészen jól sikerült. Vannak folyamatosan új katapultak is, és mostani ez a legerősebb katapultunk, amelyel tavaly a főiskolás versenyen 90 méteres hajtással nyertük meg. Itt az a feladat, hogy egy teniszlabdát minél messzebbre kell eljutatni egy mechanikus szerkezettel. Ez a szerkezet egy 50x50x50 cm-es kocka alapú. Lehet maximum? Igen, lehet maximum. És a hajtókarja is 50 cm-es kategória kell beleférni. Tavaly nagyobb volt, tavaly 2 méteres volt, de most már az új szabályok szerint már annak is 50 cm-be bele kell férnie. Gondolom, akkor az 90 méter most egy hatalmas teljesítmény lenne. Lenne, ha az lenne. 72 méter már volt vele talán majd van. Labda. A labdát gurincsadóra légy szíves. Ügyes vagy. Legalábbis én engedem a gurincsadóra már. Fogok is. Én is mondom, mert nem forgatom, hogy papától érted. Második kísérlet. Mi forgatsz? Ott előre tudod. Előre fel. Ez a fajta fel. Mehet? Jó, na azt mérjék!